A mai videó Kis Béla igaz történetéről szól, akit, mint neve is mutatja, egy magyar sorozatgyilkos volt, és aki több mint 23 embert gyilkolt meg, majd lecsapolta a vérüket. Rengeteg sorozatgyilkos csonkítja meg áldozatai holttestét, ám kevesen mennek el olyan végletekbe, mint a magyar sorozatgyilkos, név szerint Kis Béla. Gyerekkoráról igen keveset lehet tudni, ám mire a 23 éves lett, Cinkotán bérelt házat Budapest külvárosában, és egy igen jól menő üzletet vezetett. Mindenki egy úriembernek tartotta, és igencsak kedvelt volt a hölgyek körében is, hiszen remek vacsorákat tartott a házban. Magas termetű, szőkehajú, igen jóképű férfinak számított akkor, melyek miatt a környékbeliek igencsak kedvelték. Bélát igencsak érdekelték az okkult dolgok és az asztrológia is. Nagyjából 1903 körül lehetett, amikor Kis Béla elkezdte tervezgetni a borzasztó gyilkosságokat. Újságokban adott fel hirdetéseket, amikben kiadta magát özvegynek, aki új házastársat keres magának. Ezekhez a hirdetésekhez a Hoffmann álnevet használta. Ezt a módot használta ahhoz, hogy válaszoljon az érdeklődő hölgyeknek is, hogy meggyőzze őket arról, hogy neki adják bizonyos értéktárgyaikat, vagy pedig pénzt. 1912-ben Béla elvett egy Mária nevű nőt, ám röviddel a házasság után a nő viszonyt folytatott egy Bikari Vezeték nevű férfival. A két szerető vált Béla első áldozataivá, amikor ugyanabban az évben eltűnt mind a kettő személy. Kis Béla megpróbálta megmagyarázni az eltűnésüket, mondván Mária megszökött Bikarival Amerikába, ám a valóság az volt, hogy mind a kettőt megfojtotta. A gyilkosságok után Béla folytatta a válaszolgatást magányos nők üzeneteire, akiket a házába csalogatott azután, hogy pénzt csalt ki tőlük. Ezen találkozások pedig azzal végződtek, hogy a férfi megfojtotta a gyanútlan látogatókat, vagy egy kötéllel, vagy pedig puszta kezével. Mint jó pár sorozatgyilkos, Béla meg akarta őrizni a holttesteket valamilyen formában. A férfi áldozatait nagy fém hordókban tárolta, melyet metanonnal töltött meg. Béla még egy nyaki seben keresztül hagyta, hogy a testekből kifolyjon az összes vér, ezzel elnyerve a cinkotai vámpír nevet. Hogy ne legyen feltűnő a portáján lémülő fém hordók megjelenése és számainak növekedése, Béla azt mondta mindenkinek, hogy benzin tárol ezekben a hordókban, mivel közeledik az első világháború. Ám néhányan arra gyanakodtak, hogy ezekben a hordókban alkoholt tárol, ám senki nem sejtette, mire is használja ezeket igazából. Egyetlen gyilkosságra se derült fény egészen 1914-ig. Bélát besorozták hadseregbe, és elküldték harcolni az első világháborúba. Házát egy idős házaspárra bízta, akiket egy évvel korábban bérelt fel. Két évvel azután, hogy a férfi elment harcolni, plegykák kezdtek el keringeni arról, hogy meghalt, vagy hogy elfogták, amíg a Kárpát-hegységnél harcolt. Ezeket a plegykákat elhitte az idős házaspár, és úgy döntöttek, hogy elkezdik kitakarítani a házat és a telket, hogy kiadják valaki másnak. Ekkor történt az, hogy az idős férfi belenézett az egyik ilyen hordóba. Mikor kinyitotta, azonnal megcsapta orrát a bomló holttest szaga. Elborzadva az idős férfi hívott valakit, akivel együtt kinyitották az összes hordót, melyekben 24 úgymond savanyított holttestet találtak. Ez a felfedezés magasfokú keresés szított, mindenképpen meg akarták találni Kis Bélát, ám az egész Európa szerte zajló első világháború megnehezítette a keresést. A rendőrség kiadott a katonaságnak egy körözést és egy parancsot, hogy azonnal tartóztassák le a férfit. Ám mivel a Kis Béla név nagyon gyakori volt annó, ez jóval megnehezítette azt, hogy a megfelelő Kis Bélát fogják el. Egyszer majdnem elkapták, amikor egy szerbiai kórházban lábadozott sérüléseiből, ugyanabban az évben, ám mire a rendőrség a kórházba ért, Béla már rég nem tartózkodott az épületben, és ágyába egy halott katonatestét tette, hogy azt használja elterelésként. A következő években rengetegen jelentették, hogy látták Bélát, és hogy Romániában tartózkodik, majd éppen Törökországban, vagy a francia idegen légióban harcol. Még egyszer azt is mondták 1932-ben, hogy New Yorkban látták, ahol gondnokként dolgozott. A magyar vámpírt soha nem kapták el, és az, hogyan és mikor halt meg, ugyanígy, mint hogy van-e több áldozata, örök rejtély marad.